hogyan öntözzünk. Az öntözés kulcskérdés. 15 évvel ezelőtt még azt mondtuk a kerttervezéseken, kertépítési bejárásokon, hogy igazából, ha szép kertet szeretnénk, akkor legyen öntöző rendszerünk. Ma már azt mondjuk, ha egyáltalán kertet szeretnénk, akkor legyen öntöző rendszerünk. A 2022-es év másik fel az ősz meg a tél az elegendő csapadékot adott a kertjénkbe, de megtörtént az, ami 2022 nyarán volt, hogy július-augusztusban nemhogy nem esett az eső, hanem olyan pusztító forróság és szárazság volt, ami légszárazságot okozott, és aki nem tudott öntözni, az gyakorlatilag rettenetesen nehéz helyzetekkel nézett szembe, leromlott a növényeknek az állapota, stb. Alapvetően, amikor van egy átlagos kertünk, akár egy városi kertünk 100-200 négyzetméterrel, akár egy vidéki 1000-1500 vagy 2000 négyzetméterrel, három helyről szerezhetünk vizet. Az első az eső. Az esővizet érdemes gyűjteni, ha csak egy vödörbe vagy egy dézsába gyűjtjük, akkor onnan tudjuk majd kimerni. Az is persze hasznos lehet, hiszen szobanövényeket, kitett szobanövényeket mondjuk lehet vele öntözni. De hogyha van egy esővízgyűjtőnk, csak itt hogy azzal kell számolni, hogy jó nagy esővízgyűjtőt kell ahhoz csinálnunk, hogy akkor, amikor egyszerre sok eső esik, akkor azt el tudjuk tárolni. De akkor, amikor tervezzük a kertjénket, és a következő 10-20-30 évben a fejünkben, akkor tudjuk, hogy az esővizet érdemes gyűjteni, ez egy nagy beruházás, de érdemes rá gondolni. A második az a kút. A kútnak a víze az általában hideg, kemény, és nem tud olyan nagy nyomással följönni a kútból a víz, amely mondjuk a szórófejeket meg tudja pörgetni, ki tudja nyomni. Valamint a hálózat, mindenkinek azt ajánlom, akinek van vezetékes víz bekötve, hogy mindenképpen egy mellékvízmérő órát szereltessen föl, ez pár tízezer forintba kerül, és egy pár hónapos ügyintézés, de onnantól kezdve a csatornadíjat nem kell fizetnie, csak a vízdíjat. Na most ebből a három helyről tudjuk gyűjteni a vizet, ugye nyilván a legjobb és a legkörnyezetbarátabb, hogy az esővizet tudjuk gyűjteni, aztán a kutat, és aztán használjuk csak a drága ivóvízünket. Ezeket érdemes gyűjteni. A lényeg, hogy ezt vagy egy felszíni víztározóba gyűjtjük, tulajdonképpen, mint egy kerti tavunk lenne, a kertészetekben általában így csinálják, vagy pedig rengeteg ilyen műanyag, meg mindenféle tartály kapható, amiben gyűjtjük a vizet. Tehát összegyűjtjük a vizet, és abból az összegyűjtött vízből, ami már a külső környezeti hőmérsékre felmelegedett, tehát gyakorlatilag bármikor tudunk vele öntözni, abból juttatjuk ki a növényénkre, és ott van még egy szivattyú, amivel gyakorlatilag meg tudjuk öntözni a növényénket a kertben. Ne felejtsük el, hogy akinek vize van, az időt nyerhet, aki időt nyer, az életet nyer. Nagyon közhelyesen hangzik, de ez így van. Mielőtt nekiállunk egy kert építésének, és most rengetegen vannak, akik Budapesttől vidéken vesznek valahol egy telket, még ne a növényeket válogassuk meg, ne a növényekkel foglalkozzunk. Gondoljuk végig azt, hogy hogyan fogjuk gyűjteni a vizet. Ha meg tudjuk oldani, hogy gyűjtsük a vizet, és van vízünk, akkor van életünk, van kertünk. Ha nincs vízünk, akkor nincs életünk és nincs kertünk. A víz, a saját vízkészlet az alapja annak, hogy egyáltalán nekiálljunk kertet építeni.